egy konyhánál mennyi időt forrottak ezzel? Minimum 1-2 órát. Terv elfogadva, leellenőrizve általam nyilván, csinálunk egy minden terv után egy önellenőrzést, és akkor belépünk a gyártásba, amit később meg fog mutatni. Anyagösszegzés, készítettetek egy külön ikont ennek a tábla felosztó vezérlésnek, és rákattintjuk, kiválasztjuk, hogy melyik képünk van, mivel több programot kezel, melyik vezérlőt szeretnénk használni, anyag vagy szín után szeretnénk, illetve anyag és szín után lapokat kiküldeni. Kiválasztod, kiküldöd, és itt van a tábla felosztó. Mehet. Oh yeah, we want retribution! Oh yeah, we want retribution! Oh yeah, we want retribution! Azt eddig is tudtuk, hogy a Piper tudott optimalizált szabástérképet készíteni. Így van. Lapszabászkörfűrészre. Miben könnyíti meg a mindennapi folyamatokat? Most már a Piper arra is képes, hogy több tábelfelosztó programmal kommunikáljon, és ezáltal két gombnyomással kidobja nekünk a táblafelosztógépre a szabást. Anyag, szín szerint. Úgyhogy most már nincs játék. És közben rádobja az etikettet, tehát nem lesz keveredés. Az etikettet persze. Azt eddig is tudta. Igen, azt be lehet állítani azután, hogy a Piper programja után be lehet állítani, eleve kezeli. De ezt személyre tudod szabni az etikettet, ugye? Természetesen. Tehát, hogy plusz információ is lehet, nem csak a méret, élzárás, hogyha igen. Különböző színnel akarod, akkor az is azt is ráteszi, persze. Te most gyakorlatilag itt 15 méterrel arrébb megtervezed, amit meg kell. Így van. Látványtervet jóvá hagyják, stb. A program menet közül ugye nyilván elkészíti a gyártás előkészítést, tehát rajzok, furatmodul, stb. Illetve megcsinálja neked a táblafelosztóhoz a programot. Anyag szín szerint. Igen. És rádobod a két kattintást, és utána itt a kollega. Már szabhatja. Átszólsz neki 15 méterről visszhangban. Igen, hogy is mehet. És mehet. Hát eddig ki kellett importálnom az Excelbe külön, tehát kiválasztottam az anyagokat Excelbe, elemlistát kiexportáltam, ami nyilván ez már egy hosszabb folyamat, mint a mostani. És akkor megnyitottam az Excelt, ezt lementettem egy CV-fájlba, a CV-fájlt beküldtem az irodai programba, és még át kellett alakítanom, hogy azt feldolgozza, és utána mehetett ki a táblafelosztóra. Most meg, ahogy mondtam, összesítés, egy kat, exportálás, bocsánat, három kattintás, elnézést, kijavítom magam, három kattintással. 50%-kal több munka. Legyen 4 kattintás, és már meg is vagyunk, és kim van a táblafelosztón az anyag. Mehet a munka. Amikor mi elkezdtünk együtt dolgozni, vagy a Piper az nagyon nagy léptekkel halad előre, és egyre jobban a felhasználói igényeknek próbál megfelelni. Ha jól tudom, akkor egy éve fejlesztitek ezt a körülbelül és ezt ugye a felhasználók indukálták ezt a mostani terméket, ami majd ugye a 3.9-hez jelenik meg, de még egyelőre tesztelés alatt van, és többek között ugye a Péternek is. Nem csak a Péternek fogalmazódott meg ez az igénye, hanem ugye másoknak is. Itt utalok vissza, hogy amikor még elkezdtünk dolgozni, akkor te mondtad azt, hogy és akkor már 17 modul volt körülbelül, hogy még rengeteg tervetek van. Én meg már akkor így néztem, mondom, de mi? Tehát könyörgöm, tehát már tudunk látványt tervezni, tudunk gyártást előkészíteni, táblát optimalizálni, bútort külön megfabrikálni a szerkesztőbe. De még mit lehet kitalálni? Tehát kicsit akkor is mondtam, hogy ez olyan, mint a Boxwork. Tehát azt hittük a 40. pálya után, hogy már nincs tovább, és mégis van. Úgyhogy van még valami ötlet? Van, rengeteg ötlet van. Ugye egyrészt ugye nem csak az irányba indulunk el, hogy új funkciókat vagy új modulokat hozzunk. Tehát most oké, itt van ez a táblafelosztó vezérlés. A másik nagy újdonságunk igazából az, hogy a programot is optimizáltuk nagyon. Most az elmúlt egy évben szintén sokkal gyorsabb és könnyebben kezelhető és felhasználó barátabb legyen. Tehát ez is az egyik felhasználó igény volt. A másik meg az, hogy tényleg újdonságokat is hozunk ki mellé, mint ez a táblafelosztó vezérlés. Azt látjátok egyébként, hogy jó, nyilván most itt van egy igény, de hogy megyünk el afelé, hogy egyre több mindenkinek van táblafelosztója? Mert ugye régen ugye az volt, amit ti is beszéltetek, hogy hát általában egy műhelyben volt egy valamilyen lapszabászkörfűrész, esetleg egy élzáró, stb. Vagy kintről hozták be, kiszervezték a lapszabászatot. De
tehát ti is azt tapasztaljátok, hogy egyre több mindenki akár új, akár használt gépeket vásárol, és azért is kell ez a program, hogy gyorsabban, minőségibbet tudjunk előállítani. Hogy abszolút érzékelhető, hogy fejleszteni akarnak, fejlődni az ügyfelek, és tényleg hatékonyabbá tenni a vállalkozásokat, és ezek a gépek ugye nagyon sokat segítenek, mint a Petiéknek. Úgyhogy igen, igen, érezzük ezt az irányt, és szeretnénk is, hogy az ügyfeleink egyre hatékonyabbak legyenek. Térjünk rá arra, hogy hány féle géppel tudunk dolgozni, mert most láttunk itt egyfélét, de hát nyilván több gyártó van. Az első 1.0-as verzió az tud az Opállal, a HHOS-sel, a Piosnak a sokféle verziójával, de hamarosan ugye a Homag, SCM gépekkel kompatibilisek leszünk. Tehát akkor nagyjából lefeditek az egész dolgot, tehát ez a cél, hogy igazából mindenki számára, mert hát ugye van valamilyen elköteleződése az adott vállalkozásnak gép szempontból. Várhatom megjelenés, az májusban. Tehát most jön ki, most, tehát most nem sokára elérhető. Akkor jövünk vissza legközelebb a Piperrel. Köszönöm. Köszönjük szépen a lehetőséget. Sziasztok!